Eritok Nóra vagyok, az Igazgyógy Alapítvány szakmai vezetője. Az alapítványunk Kelet-Magyarországon működő civil szervezet, melynek a legfontosabb célja, hogy élhetőbbé tegyük ezt a társadalmat, csökkenjen a társadalmi olló, és a generációs szegénységben élő családok, gyerekei esélyt kapjanak egy minőségibb életre. Abban a szerteágazó munkában, amit végzünk, nagyon fontos a krízis kezelés is. Mert vannak olyan helyzetek, amit ezek a családok élethelyzetüknél fogva nem tudnak megoldani. Ilyen helyzet például gyakran adódik télen, amikor a lakhatási szegénységben érintett családoknál a fűtésgondok miatt gyakori a megfázás. Adatokkal is tudom igazolni ezt, amit mondok, hiszen amikor elkezdtük a munkát, és nem tudtunk segíteni a gyerekgyógyszerek kiváltásában a családoknak, akkor ezeknek a gyerekeknek szinte fele megfordult a kórházban valamilyen olyan szövődménnyel, ami abból adódott, hogy nem tudták gyógyszeresen kezelni ezeket a kisebb megfázásokat. Azóta ez a szám szignifikánsan csökkent, mert az Igazgyógy Alapítvány nem minden településen, de Tolt esetében és még néhány nehéz helyzetben levő családnál biztosítani tudja a téli időszakra az antibiotikumok és a lázcsillapítók kiváltását. Azonban ez sokkal több gyereket érint, mint amit mi el tudunk érni. Ezért kértük azt, hogy az alapítvány ebben a gyűjtésben kaphasson támogatást tőletek ahhoz, hogy több gyereknek tudjuk kiváltani a téli időszakban a gyógyszerét. Azt gondolom, hogy így együtt egy egészségesebb és élhetőbb társadalmat tudunk kialakítani. Fontos a szolidaritás szempontjából is, és fontos az egészséges élethez való jog szempontjából is.